nevem Cseke Péter. Mind a két nevem, úgy gondolom, hogy nagyon jellemző rám. Egyrészt a Cseke, ami egy török eredetű név, azt jelenti, hogy húzó, vonó. És valóban így is érzem, tehát, hogy tudok egy társulatot, tudok embereket húzni, vonni, nem tolni, nem mögöttük vagyok, előttük vagyok, húzom és vonom. A Péter pedig egy bibliai név, azt jelenti, hogy kőszikla. Ez is azt gondolom, hogy jellemző rám. Fogjunk össze hárman! Vér és gyűlölet. Az életével szembenéző ember végtelen magánya. Mit akartál mondani? Megért másfél ezer rubelt. Tartozom egy fél lakás árával a feleségemnek. Csak nem fogjuk kihagyni őket. Nagyon sok, és nagyon veszélyes. Mégis csak hatni kellene az eszére. Semmi bizalmaskodás, így a fegyelem csodás. Soha senki fia nem csak zon. Itt Viktor! Belehalnék. Nekem mind a két szülőm színész volt. És azt gondolom, hogy az igazi nagy bohóc, az igazi nagy tehetség az a nagymamám volt, Cseke nagymamám volt. Hát a foci az egész gyerekkorom kezdetén, édesapám nagy focista volt, tehát vitt engem ki a nagyváradi meccsekre, és hát otthon fociztunk állandóan, de állandó jelleggel, Nagy Sándor utca, de ugyanúgy a háznak a udvarába, vagy a folyosókon. És akkor átkerültünk Magyarországra, közel volt hozzánk a Marcibányi tér, és elmentem oda, a Marcibányi téren volt a Ganz Villanynak egy turbó nevezetű csapata. Tulajdonképpen, amíg nem volt családom, addig azt gondoltam, hogy a művészet az én hivatásom, a színészet a hivatásom. Abban a pillanatban megszületett Csára, akkor megéreztem azt, hogy hát igen, az igazi hivatás az mégiscsak az apai hivatás, a szülői hivatás. Aztán jött Dorka, és az igazi nagy öröm most a három unokánk, akik egy egészen más minőség, hogy azért ez egy nagyon, nagyon szép dolog, amikor már igazából a gyümölcsét élvezi az ember, a nehezét nyilvánvalóan a anya és apa viseli, és mi pedig csak a jót kapjuk tőlük, és a szépet, és a kedvességet, úgyhogy ez nagyon jó. Nagy művészetük mivé változott? Oly előkelő társaságot, ma hol leled nyomát? Csukd be utánunk az ajtód, de nagy erővel. Menj! Aztán végleg nem mondsz. Miről? Arról, hogy lányok is lesznek a táborban. Korrupció, szélhámosság a legnagyobb mértékben. Hát, romlott a világ. Nem énekelünk el semmit, hallottátok, fél tizenegy van, mindenki elmegy lefeküdni. A mai napig is tartozik nekem 10 rubelra. Míg az utas lepihen, megy a zsuga iziben, de én körülnézek inkább még. Igen, a kultuszminisztérium nevezett ki a városi reáliskola élére. És kötve hiszem, hogy döntésüket ez a basáskodó megmásíthatja. Az állam kincstár mindennél fontosabb. És a gyertyák füstjét. A tél álmokról mesél.